Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és a Facebook videó nézőket. Ez a VGK hangos hírmondója, Miks Rédai Csaba vagyok. Mai vendégem dr. Lukács Réka, a VGK jogásza, akivel a veszélyhelyzet jogrendjéről, a korlátozások feloldásáról, illetve az Egyesület jogi lehetőségeiről, érdekvédelemről fogunk beszélgetni. Szervusz Réka! Szervusz Csabi! A jogi kisokosban olvashattunk már a veszélyhelyzeti jogrendről. Azok kedvéért, akik nem olvasták ezt a hírlevelet, most csatlakoznak be hozzánk. Összefoglalnád pár szóban, hogy mi is ez? Elkezdtem a jogi kisokosban már írni a veszélyhelyzeti jogrendről, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent. Hát, hogyha ezt nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, ez alapvetően azt jelenti, hogy a kormánynak az egyszerűség kedvéért, azért, hogy minél gyorsabban hozhasson intézkedéseket a mi védelmünk érdekében, ez a bizonyos fajta jogrendszer alkotmányban rögzített állapot, ez többletjogosítványokat ad arra, hogy a kormány milyen jogszabályokat hozhat, illetve milyen jogoktól térhet el, mert nagyon fontos itt egyrészt azt, hogy a kormány kezébe adunk többletjogosítványokat, de olyan jogosítványokat is adunk a kezébe, melyek alapvetően egy normál jogrendszer esetén az alkotmányból nem illetnék meg a kormányt, meg tulajdonképpen senkit sem. Tehát ilyenekre gondolok itt a gyakorlatban, hogy korlátozhatják a szabad mozgásunkat, korlátozhatnak bennünket nagyon sok alapvető jogunknak a gyakorlásában. Ugye az előző jogi kisokosban is ugye az alapjogokról nagyon sokat írtam. Tehát ezeket az alapjogokat tulajdonképpen mind-mind korlátozhatja a kormány azért, hogy ugye a járványt meg tudjuk fékezni. Amiket egyébként nem korlátozhatna. Miben tér el mondjuk ez a rendeleti kormányzástól? Szűken véve ez egy rendeleti kormányzás. Ami azt jelenti, hogy ugye a kormány alapvetően kormányrendeleteket hoz. Annyi, hogy itt tulajdonképpen a parlament azért még ülésezik. De hát igazából sokkal kisebb és sokkal szűkebbek most a parlament hatáskörei, mint normál esetben. Illetve hát ugye Magyarországon ez egy speciális helyzet, mert ugye így is, úgy is kétharmados többsége van a kormánynak. Azt gondolom, hogy ezért aztán gyakorlati jelentősége ennek kisebb, a nagyobb jelentőségű, én azt gondolom, az alapjog korlátozásoknak a lehetősége. Mik azok az alapjogok, amelyeket korlátoztak ezek a rendelkezések? Hát nagyon sok minden. Tehát vegyük a kapcsolattartáshoz való jogot, a gyülekezéshez való jogot, az egészségügyi ellátáshoz való jogot, a szabad mozgásnak tulajdonképpen a jogát, a kapcsolattartás ugye a szociális intézményekben, a kórházakban, ápolt emberekkel, ugye a látogatási tilalmak. Ezek mind-mind alapjogok, egészségügyi, szociális, de ugye akár az oktatással kapcsolatos jogok is, tulajdonképpen van oktatás, de hát ugye azért egy korlátozottabb módon tud ez érvényesülni, ugye az online oktatás, és ugye vannak olyan rétegek, olyan emberek, akikhez nem is nagyon érez el. Tehát ma beszéltem például, itt van egy iskola, teljesen normál iskola, és az illető felesége itt tanár. És mondja, hogy hát első osztályba tanít, és hogy van két diák, akiket nem tudnak elérni online, és ezért már a szülőkkel beszélnek, hogy évet kell ismételni a két kisfiúnak. És ez Pest megye, tehát nem egy nagyon leszakadt településről beszélünk. Így ennek a két kisfiúnak mondjuk az oktatáshoz való joga is korlátozódik, amiatt, hogy a családban nincsen elérhető számítógép. A hírekben láthatjuk, hallhatjuk, olvashatjuk, hogy május 4-ével tervezik a gazdaság folyamatos beindítását, az érettségit is meg szeretnék tartani, csökkenteni szeretnék a kiárási korlátozást. Szerinted mennyiben fog megváltozni a jogrend? Marad a rendeleti kormányzás? Magát a veszélyhelyzetnek a kihirdetését azt nem fogják visszavonni. A különböző jogszabályokon én azt gondolom, hogy enyhíteni fognak, mármint a korlátozásoknak a mértékén. Viszont én nagyon fontosnak tartom azt, hogy senki ne gondolja, hogy ezt mondjuk most azért csinálják,
mert itt vége van a járványnak, hogy vége lesz. Most kiürítették a kórházi ágyakat, és felkészültek arra, hogy majd itt a lazítások kapcsán kicsit berubban a járvány. Mert ugye, hogyha ilyen szinten terjedne, ugye nem lenne meg a lakosság 50-60%-ának az átimmunizálása, tehát az átfertőződése, csak nagyon-nagyon hosszú idő alatt történne meg az, hogy megkapnák sokan ezt a betegséget, arra megy ki a játék, hogy egy kicsit gyorsítsuk azt, hogy átessenek az emberek a fertőzésen, vagy az emberek egy jó része, és ezért van most ez a lazítás. Tehát egyébként én minden olyan tagtársat, aki veszélyeztetett korban van, óva intenék attól, hogy azért, mert szép idő van, kiszaladjon a Margit-szigetre, vagy valahova olyan helyre, ahol ugye nagyon sok emberrel találkozhat, és megfertőződhet. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanúgy vigyázni kell, vagy ha nem, még jobban, mert az emberek el fognak indulni kifelé, mert ugye lesznek olyanok, akiknek muszáj elindulni kifelé. Ugye azért egy érettségi vizsga nem egy olyan dolog, ami könnyen pótolható, illetve ha most ugye valaki nem teszi le, akkor ugye elbukhatja a felvételét. Rendben, tehát így visszanézve egy év az ember életéből nem egy olyan hosszú idő, de hát azért mégis én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog egyrészt azoknak, akik azelőtt állnak, vagy hát például most mondok egy teljesen más dolgot, egyéb más dolgok is beindultak, tehát én jelentkeztem jogi szakvizsgára, és már megkaptam róla az e-mail csütörtökön, hogy május 11-től meg lesz minden jogi szakvizsga tartva, és a jelentkezések élnek. Tehát ez azt jelenti, hogy nekem van egy időpontom júniusra, és ugyanúgy, mint normál esetben, hogyha én azt el akarom halasztani bármire tekintettel, akkor megfizethetem azt a halasztási 30 ezer forintot. De ez nem jelenti azt, hogy nincsenek fertőzöttek, sőt. Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy az, aki látássérült, komolyabb jogfosztottsággal és komolyabb egészségügyi kockázattal kell, hogy szembenézzen, mint egy átlag ember? Alapvetően egyébként igen, és ugye hozzáteszem azt, nem nagyon mászkáltam egyedül, meg én vakvezető kutyával közlekedem, tehát jóval kevésbé érint azt, hogy szükségem lenne ismert útvonalon külső embernek a segítségére. De hát ugye azért azzal is azt gondolom, hogy tendenciózusan szembe kell néznünk, hogy jóval kevesebb lesz az a segítő kéz, aki segíteni fog nekünk. Másrészt ugye potenciálisan ugye minden kontaktus ránk is veszélyesebb, de alapvetően mi is veszélyesebbek vagyunk másokra, és azért ugye a látássérültek jelentős része veszélyeztetett korban van, esetleg egyéb más társbetegségekkel is rendelkezik, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzet a számunkra, és nem véletlen az, hogy például az Egyesületünk az összes budapesti kerületnek írt levelet, hogy segítsenek a látássérültak társaknak bevásárolni, tehát minden egyes kerületnek küldtünk megkeresést, amiket ugye a hírlevélben közre is adunk, hogy kiket lehet fölhívni. Szinte minden önkormányzat kötelezővé tette a közösségi közlekedésben a maszkok viselését. Arról mit lehet tudni, hogy jelenleg a kutyás közlekedésre ebben a rendkívüli jogrendben mi vonatkozhat? Én azt gondolom, hogy ugyanaz, mint eddig, a kutyák nem nagyon kaphatják el a koronavírust, legalábbis én azt olvastam, hogy kutyák nem kapták el, csak egy-két macska tán, meg oroszlán, de hogy kutya az eddig én úgy tudom, hogy nem kapta el a vírust. És nekem mondjuk a gyakorlati tapasztalatom az én alatt, a helyzet alatti sajnos járok kórházba, és én múltkor is vittem magammal a kutyát, mert segítőt viszont nem vihetek magammal. Hát úgy voltam vele, hogy ne kelljen ezt azt megtapogatni, a kutya mégiscsak segítség, és jobban kikerül más embereket is, mint én bottal, és oké, hogy ugye a gyerek is segít, de azért azt gondolom, hogy mégiscsak jóval profitabb lenni, mint egy ember sok helyzetben, vagy akár mint egy gyerek. Nekem teljesen simán beengedték a kutyámat még kórházba is, most is, ebben a helyzetben is, és semmi problémám nem volt ezzel. Én azt gondolom, hogy ebbe a koronavírusos helyzetbe nagyon kiváltságos helyzetben vannak a kutyások, mert sokkal könnyebb kikerülniük embereket, akadályokat, és most még nagyobb segítség, mint a normál hétköznapokban egy kutya. Legalábbis számomra
Mindenképpen. A vidéki közlekedésre is jellemző az, hogy nincs elsőajtós felszállás? Igen, a vidéki közlekedésre is jellemző. Mondjuk nálunk a helyi járatos busz is, sőt, a buszsofőr már szerintem 5-6 hete is maszkban volt a legtöbb. Hogy látod, lesz bármiféle változás az Egyesület életében a veszélyhelyzet elmúltával? Hát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz. Én azért tartok attól, hogy a járvány után nehéz helyzeteket kell majd megoldanunk, és azt gondolom, hogy már eddig is nehéz helyzeteket oldottunk meg. Tehát azért nehéz most így a VGK-ben számunkra az érdekvédelem, mert nagyon sok energia ment el arra, hogy magát a szervezetet megmentsük attól, hogy csődbe jusson. Mint megyei egyesület, a mi forrásaink azok végesek, és nagyon sok minden civil pályázatokon alapult, vagy ugye nálunk a masszázszolgáltatás termelő tevékenységén, és nem, hogy ugye masszázszolgáltatás nincs március közepe óta, még az önkormányzatok egy része is alig-alig akart bennünket elengedni abból a kötelemből, hogy fizessük mondjuk a helységdíjakat. És ezek az adminisztrációs, meg pénzügyi nehézségek hihetetlenül sok problémát kötöttek le nálunk is az elmúlt időszakban, hogy a túlélésre kellett koncentrálni. Ugye mellette üzemeltettük a támogatószolgálatot, és a mindennapi megsegítésén dolgoztunk a tagtársaknak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne országos szinten az, hogy a jelenlegi vívmányokat, tehát például a JAWS-nál az országlicencet megőrizzük, vagy azokat a kedvezményeket, ellátásokat most megőrizzük. Lehet, hogy azt gondolnánk, hogy igen, még-még tovább előre kéne menni, de én azt gondolom, hogy ez a helyzet olyan súlyos, hogy itt az eddigi vívmányok megőrzése nagyon fontos lenne. Tehát azt, hogyha mondjuk mi egy jogalkotási folyamatba, vagy bármilyen országos dologba bele akarunk folyni, ott ugye általában az úgy szokott lenni, hogy ugye mi is egyeztetünk az országos szövetséggel, vagy olyan ügyeket karolunk fel, amelyek valamilyen szinten közép-magyarországi régióhoz kötődnek. Amit mondjuk csináltunk, akár a vakvezetőkutyás, a sziklakórház, Atombunker Múzeum ugye Budapest területén valósul meg, akkor utána még szintén vakvezetőkutyás ügyben most félbe szakadt a József Attila Színházzal egy levelezés, hát majd a járvány után fogjuk azt folytatni, de hogy ezek az ügyek, amiket ugye érdekvédelem tekintetében mi fölvállalunk, azok valamilyen szinten regionálisak. Néhány nap múlva érettségiznek a középiskolások. Gondolom a tagság köréből is vannak jó páran, akik érintettek ebben a témában, hiszen vagy ők maguk érettségiznek, vagy pedig valamelyik családtagjuk áll ezelőtt a vizsga előtt. A látássérültek számára a jelenlegi jogrendben milyen lehetőségek vannak az érettségi vizsga letételére? Az alapvető mentességek, amik normál esetben rájuk vonatkoznak, azok most is vonatkoznak. Tehát, hogyha mondjuk az áll a szakvéleményben, hogy valaki, aki írásbelire lenne köteles, de megvan a mentessége szóbelire, az leteheti. Mivel elég sok olyan betegség tud társulni a látássérültséghez, amely krónikusnak mondható, én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha azok a szülők esetleg megpróbálnánk megoldani azt, hogy a gyereküket ne a közé, a 10 másik közé tegyék be, hanem valahogy ezt az izolációt mondjuk még jobban esetleg fokozni. Akinek ilyen van, az úgyis már lépéseket tett ebben az irányban, de hogy én ezt tényleg jónak tartanám ebben a helyzetben. Van-e arra lehetőség, hogyha már úgyis a vizsga szóbeli, akkor ne is kelljen bemenni az intézménybe, hanem akár egy videóbeszélgetés során letegye ezt a vizsgát az érettségiző diák? Online az nincs. Az oktatási törvény nem szabályozza ezt az online történetet. Az lehetséges, ami a törvényben amúgy is lehetséges, tehát amit amúgy is megenged a jogszabály, nem lett azzal kibővítve, hogy akkor online le lehet tenni egy vizsgát. Mennyire tájékoztatnak napra készen a legfrissebb jogszabályokról? Kaptok-e tervezeteket, vagy készen kapjátok a jogszabályokat, hogy tessék, itt van, ezzel kell dolgozni?
Mindenki egyébként megnézheti a jogszabályokat. Én is a net.jogtár.hu-nak az oldalát szoktam nézegetni. Ott van mindig az új megjelent jogszabályoknak a listája. Van egy ilyen újdonságok, vagy új jogszabályok, valami hasonló link, ami alatt ugye föl sorolják kronológikusan visszafelé az összes megjelent jogszabály, de az ilyen mindenféle érdektelen dolgot is, mondjuk az üzvég köztársasággal kötendő ilyen-olyan együttműködés, meg teljesen irreleváns dolgok is ott szépen megjelennek, nagyon vicces és hosszú című jogszabályokat lehet itt olvasni. Egyébként a mai napig vannak ilyen elfogadott jogszabályok különböző szinten, és akkor én onnan szoktam egyébként tájékozódni egyrészt, másrészt van civil érdekvédelmi hálózat, ahol dr. Gazsi Adrián szokott bizonyos jogszabálygyűjteményeket közreadni, amiket szerintem ő is a jogtárból szed össze, hogy mi az, ami szorosabban véve egyesületekre, szociális szolgáltatókra, alapítványokra, civil szférára vonatkozik, azt szokta az elnök asszony nekem átküldeni. Tehát egyébként egyáltalán nincsenek tervezetek. És ráadásul azt is szeretném most itt leszögezni, hogy annak a joganyagnak is azért a minősége, amit mi megkapunk, néha hihetetlenül összecsapott, káoszos, nehezen értelmezhető. Nem egyszer nálunk ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye a férjem is jogász, nagyon gyakran együtt értelmezzük a jogszabályokat, és leülünk, hogy na, akkor most szerintem, most akkor ez így, vagy úgy, vagy amúgy. És akkor nagyon jó diskurzusok szoktak ebből alakulni, és egyébként mi tényleg nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Nagyon másképp látunk bizonyos dolgokat, úgy az élet minden területén, de a jogban is, tehát teljesen más az, amit észreveszünk, akár egy szövegből, akár úgy az élet dolgaiból. Elég hosszú idő volt egyébként, amíg ezt a magánéletben megtanultuk jól kezelni, és nem mellébeszélés lett ebből, hanem a tudásoknak így az összerakása. És most is ez nagyon hasznos a jogszabály értelmezésben, hogy össze tudjuk rakni a különböző nézőpontjainkat, és akkor abból azért ki tud jönni mindig egy-egy jó értelmezés, és ezeket egyébként én nagyon szeretem, tehát leülünk szakmázni is. Mennyire akadálymentesek ezek az oldalak, ahol utána tudsz ezeknek a jogszabályoknak nézni? Hát maga a net.jogtár.hu az akadálymentes. Ennek van egy fizetős változata, ami én azt gondoltam, hogy akadálymentes, és kikönyörögtem az elnök asszonytól még a járvány előtt, tehát így tavaly év végén, hogy fizessünk elő ennek a dolognak a fizetős változatára. Az az előnye, hogy jobban lehet benne keresni. Van benne egy csomóféle keresőfunkció, visszamenőlegesen, időbeli hatályokra lehet rákeresni. Tehát, hogy amúgy ez egy nagyon jó dolog volt, még olyan 10 éve, én nagyon rendszeresen használtam ezt a fizetős részét a jogtárnak. Egyetemi éveim alatt is használtam, mert ott ingyen osztogattak mindig egy-egy hónapra való. Hát akkor még CD formátumban el lehetett szépen venni a sarokból. Ugye úgy reklámozta magát ez a akkor komplex kiadónak nevezett kiadó, ugye ingyen adta egy hónapra a jogszabálygyűjteményt a joghallgatóknak, hát ez a beltetés, hogy utána szok rá ugye az ő termékükre, és akadálymentes volt. Nem azt mondom, hogy 100%-ig meg minden, de azért jól el lehetett használgatni, közlekedni rajta. Na ez rettenetesen sokat romlott, úgyhogy én mondtam, hogy úristen, ha azt tudom, hogy ilyen, akkor én nem biztos, hogy azt mondom, hogy ezt vegyük meg. Valahogy lehet benne közlekedni, meg az a vicces, hogy azok a régi forró gombok, amik még 15 éve benne voltak a jogtárba, azok egész tűrhetően működgetnek, csak ugye ez már ugye online felületen fut, de valahogy mégis a forró gombok egy része működik. Sokkal jobb a nem fizetős verzió, csak kevesebb. És én azt hittem, hogy a fizetős is jó lesz, mert a nem fizetős része jó, hát tévedtem. Gondolkodtam is, hogy esetleg itt is el lehetne menni egyenlő bánásmód hatóság, csak hát ez is egy ilyen országos ügy, igazából ugye egy jogtár, nem egy kis egyesületnek a dolga, meg hát jó kérdés, hogy hány embert érint az országban ez a jogtár kérdés. Valószínűleg nem túlságosan sokat, tehát lehet, hogy van, ami sokkal többeket, szóval, hogy ezt így el is vetettem hirtelen,
hogy valami hasznosabbal töltsem az időmet, akár azt, hogy jogi tanácsot adok tagoknak, tehát ez valószínűleg azért így hasznosabb. Sokat hallhattunk arról is, hogy változott a hiteligényléseknek a rendszere, illetve a hiteltörlesztéseknek a rendszere is. Mi a helyzet a bérleményekkel, az albérletekkel? Én azt gondolom, hogy a PTK elég jól védi ebben a tekintetben a magánszemélybérlőket. A bérleti szerződések felmondhatók magánszemélybérlők esetén elég jó kondíciókkal. Akiknek problémája van, én azt gondolom, a cégek, vagy ugye a nem fogyasztónak, nem magánszemélynek minősülő szervezetek, mint például ugye nekünk. Az önkormányzatok sorozatosan kötnek meg olyan határozott idejű szerződéseket cégekkel, tehát mondjuk nekünk is volt, ahol ilyen szerződésünk volt, és nem kirívó, tehát több ilyet láttam én már cégek esetében, hogy az önkormányzatok egy sablon szövegben tulajdonképpen a másik céggel szembe, és ugye a VGK is cég, mondjuk kizárják a felmondás jogát. Nálunk is az volt, hogy kizárták a felmondásnak a jogát, tehát ha koronavírus, ha nem, ha tudod használni, ha nem, hát akkor volt olyan helységünk, ahol 2021. december végéig a szerződés alapján fizetni kellett volna a meghatározott bérleti díjat mindentől függetlenül, hát elég nagy izmozás volt azért ebből kiugrani. Aztán megoldódott a történet, egészen jó jogi érvelés sikerült alákanyarítani, meg gondolom sikerült megtalálni azt az embert, aki aztán segített, meg megpendíteni azokat a húrokat, amiket meg kellett, hogy segítsen. Azoknak rossz még, akik ugye magánszemélynek adnak ugye bérbe. De hát itt egyébként nem változtak a szabályok, és ugye főszabályként, ugye mivel szerződésekről van szó, itt a közös megegyezés, amivel legjobb operálni. Azt mondjuk, hogy az emberi kapcsolatok, hogyha jól működnek, akkor ugye ott nem kell jog. Hogyha rosszul működnek, ugye akkor kell, de hogy itt maradtak a szabályok, és nincs könnyítés ezen a területen. Általában milyen problémákkal szoktak mostanában hozzád fordulni a tagok? Teljesen változó. Többeknek volt felmondással kapcsolatos problémák, a munkahelyük megszűnt, akik próbaidőn voltak, több tagtársat rögtön elbocsátottak, ilyenből volt több. Nem nagyon volt a munkajogon kívül olyan, ami máskor ne szokott volna lenni. Tehát egyébként folynak az ügyek, tehát legváltozatosabb történetek, levelet kapnak a tagok. Egyébként több, például olyan leveleket, amiket megkaphatnának normál jogrend esetén is, önkormányzattól, adásvételi szerződést kötött a múlt hét pénteken az egyik tagtárs, akkor kérte, hogy nézzem meg a szerződést, olvassam el, segítsek értelmezni, hogy mi lehet ránézve, ami mondjuk veszélyes lehet, mert egy közös tulajdon megszüntetése volt, ahol nem volt túl jó a tulajdonos társak között a kapcsolat, illetve nem volt zökkenőmentes. Önkormányzattól levelet kapott, már eladta a telkét 2 éve, és keresnek rajta valamit, amit igazából nem is feltétlenül biztos, hogy rajta kéne keresni, és akkor mit csináljon, csináljon-e valamit. Ami érdekes, hogy a koronavírus járvány elején kihirdetett a bíróság egy ítélkezési szünetet, ami azt jelentette, hogy nem voltak tárgyalások, és akkor utána már egy jó 2-3 hete ezt megszüntették, és online plusz írásbeli tárgyalások, per döntések lesznek, tehát ugyanúgy folytatják a pereket, amiből mondjuk én azt olvasom ki, hogy ők se gondolják azt, hogy na most itt akkor hip-hop vége lesz a dolgoknak. Tehát én azt gondolom, hogy még most kezdődik, és az elején vagyunk. Hát én sok kreatív, de könnyű jogesetet kívánok neked, és a gyerkőcököz pedig nagyon nagy kitartást, és jó egészséget, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm, és akkor neked is a legjobbakat, és maradjunk egészségesek mindenki. Kedves hallgatóink, kedves Facebook videó nézők, búcsúzik mára a hangos hírmondóval Miks Rédai Csaba. Amennyiben észrevételük van az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy szeretnének javaslatot tenni, hogy miről hallgatnának szívesen beszélgetést és kivel, ajánlom az e-mail címünket hangoshírmondó@vgkl.com.
A holnapi nap folyamán, május 1-én dr. Kis Jánossal hallgathatnak meg egy beszélgetést. Kivételesen most két hangos hírmondó fogja egymást zsinórban követni. Május 4-ével csökkenni fognak a kiárási korlátozások, elkezdődik a gazdaság beindítása, és úgy gondoltuk, hogy ez mindenképpen meg fogja változtatni az életünket, ha másban nem abban, hogy több emberrel tudunk találkozni. A járvány azonban még nem csenget le, ezért fokozottan figyeljünk egészségünkre, és dr. Kis János ehhez fog nekünk hasznos és fontos tanácsokat adni. Várom Önöket holnap is 19 órától itt a VGK Facebook oldalán, illetve a mixcsabistudio.hu/live.mp3 streamen. Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Viszontlátásra, viszonthallásra.